Nem lenné eltorzítva. Miért nem lehet egy kila kenyér tízezer forint? Mi lenne, ha egy kiló kenyér tízezer forint lenne? Egész más világ lenne, mert akkor az emberek még kézzel is levághatnák azt a búzát, mert az a kiváló magyar búza nem ez a búza, amit most termelnek, ami így lehasalt májusban, volt az a vihar, mert mit adnak a búzának? Szászilárdítót. A szászilárító ugyanaz, mint a húsba a vízmegkötő. Hasonló, bocsánat, nem ugyanaz, de a hatása. Mit tesznek a nyugdíjasok, mindenki? Vízhajtót esznek, igaz? Legtöbb, meg nem nyugdíjas is. Az emberek hány százaléka eszik vízhajtót? Fele biztos, de inkább 90 százaléka. És egyenes ágon van, mert megeszi a csülökbe a vízmegkötőt a vízhajtót, meg a dolvosért, és mindegyik rombolja az egész szervezetét. Közben, ha nem enné ilyen búzát, az én búzám nem dűlt le. Nem kapott műtrágyát. Aki meg lehetett nézni, hol dűltek le a fordulóknál, ahonnan a traktoros fordult, azt a dupla műtrágyát kapott, nitrogént, és akkor az a, az a búza, az nem búza. Az csak úgy néz ki. Persze kilóra veszik meg az emberektől a búzát, és mindenféle belső minőséggel tornáztatják őket, hogy leverjék az árat, de ha egy ilyen csárdányi területen valaki búzát vett, tehát ha Balmazújvároson vagy nagy Nagyhegyesen, ahol még nagy porták vannak, mondjuk száz kodrát búzát vetne egy család fűhelyet, azon teremne neki annyi búz, hogy egész év elég lenne neki. Kézzel elvetné, kézzel ki, kiszedné, kézzel kimorzsolná beszélgetés közben, elég hülyén hangzik, mi? Kézzel megtörné, és lenne jó kenyere. Egy egész más dimenzióba esne az ember, mert elkezdene a cselekvés útjára lépni. De ha ez nincs, ugye a kasza. A kasza mikor jött divatba, tudják-e? 1800-as évek, addig sarlóval alattak. Sarlós boldog asszony, az július elején van. Ez a legnagyobb ünnepek volt. Egyike volt, mert szénát kaszáltak kaszával. Gabonát a szégyen volt. Ugyanígy tehéntejet mióta isznak? 1800-as, 1700-as végén kezdték el nyugaton, nálunk 1800-as, addig jó tejet ittak. Ma meg ne ígyon semmilyen tejet az ember, azt mondják, mert mindenféle allergiát kap tőle. A tej a maga az élet. Mindenféle fehérje benne van, persze a normális tej. Ilyenkor például ma is aludtej Jó hideg aludtej, hát kell a túl jobb ilyenkor. És mennyi baktérium van benne? Azok a baktériumok, a, ugye a fermentált ételeket reklámozzák. Savanyú káposzta, jó bor, kovászolt kenyér, aludtej, de van most már fermentált, savanyított sárgarépa, meg nem tudom. <kül> Más zöldségek, mert ezek megváltoztatják az embernek az életét. Tehát, hogyha ha a kezébe veszi a sorsát, és csak egyszerű dolgokról beszélünk. A szomszédnak van tejene, vagy valahonnan a közel, akkor megyen meg a tejet, és fizessen meg egy kicsit jobban, ha az ő fia is azt látja, hogy apám jobban él, mint a lakatos. Hát a politikustól nem biztos, ahhoz már sok tehet tehenet tartson, de ha azt látná, hogy az apja boldog ebbe, a gyerek is boldog lenne, akkor lehet, hogy nem kéne annyi bóti tejet venni az embernek, és, és, a szabadságát megtalálná. Ugye az élőlények, az elején azzal kezdtem, hogy az ember élőlénye eszik, iszik, és mennyit dolgozik. Egy macska ül az egérjük előtt, és leszi, hogy mikor jön ki az egér. És közben szunyókál, de nem megy egész nap 16 órát, mint egy vállalkozó, mint én is mentem, hanem van ideje másra művelődni, társaság életet élni. Hát ez, hogyha nem változik meg ilyen szélen, szinten akkor ki fogunk pusztulni. Elveszítjük az ember voltunkat. Konrád Lorenz írt egy könyvet, tudják, tudják itt ki a Konrád Lorenz? Etológia tudománynak a megalapozója, egy osztrák tudós, ilyen könyveket ért, hogy ember és kutya. Mindenkinek olyan kutyája van, mint ő maga. Szakálas embernek snaucer kutyája van, kopasznak tacskója van, meg ilyen hasonlatokat csinált, aztán vizsgálgatta a libákat, meg a csókákat, és a legvégén írt egy könyvet, hogy ember voltunk hanyatlása. Ez a könyv nem annyira ismert, mint a Salamon király gyűrűje, meg több híres nobel díjas is lett, azt hiszem, Konrad Lorenz. És sok mindenki más, ezt, ezt hogy a kárpát medencébe hogy lehetnénk önrendelk. Most, hogyha feloszlana az EU, itt maradnánk semmi nélkül, nincs hadseregünk, nincs semmink, de legfőképpen nincs tetrekész fiatalságunk, aki van is, azt külföldön dolgozik. A harmadik dolog, amit tennék, hogy a folyó szabályozásokat visszacsinálnám. Most erre van némi esélye, Balogh Péter, a következő szeren el fog jönni hozzánk. Remélem, nem mondja le. Csinált egy nagyon szép tanulmányt. Ismerik itt a Balogh Péter nevét? Senki nem tudja, ki ez a Balogh Péter? Na, jegyezzék meg! Élő Tisza, és ő azt mondja, hogy a vizet itt kell tartani, nem mintha én is ugyanennek a... Tehát a tavalyi év rávilágított bennünket, hogy nem elég, nem elég hogy öntözünk, meg mezőgazdaságról lévén szó, a vizet itt kell tartani, mert télen esik az eső, a hegyekbe, a hó, meg minden, és mi ezt elengedjük az országból, és ezek a, ez, ez nem kell víztározót létesíteni, ha megyünk itt akár megy haza, ha nagyhegyesre megy, ha bőszörményben nánásra, mindenütt látják ezeket a régi medreket. Ezekbe a belvizes szokott lenni, és amúgy se terem, most a fazekas miniszterrel, ő felül a vízért, most együtt voltunk, Balogh Péter megkérte, hogy segítsek már neki, és a fazekas most úgy néz ki, hogy el is jön hozzá, megnézi a vókonyosi kápolnát, mert még nem látta, meg lássa azt a foki rendszert, amit én 50 hektáron megcsináltam, és mi élő világ van, mi madár van, mi hal van, és minden más életvitel, és ezt a vizet ott kell tartani, és ez Magyarországon egy, másfél millió hektár. Amúgy, amúgy így vizes általában nem terem, hegyesen se, pedig az magasan van. Azokban a helyeken, ahol belvíz szokott lenni, azt vissza kéne adnod. És ott lenne víz, ahol víz van, van hal, ahol hal van, ott a pecások ingyen pecázhatnának. Mi az, hogy engedélyt kell váltani a pecázáshoz? Hát annyi hal volt, hogy két rész hal volt a tisza, meg egy rész víz. És azt hiszik, ez vicc. Nem vicc. Meg kell nézni vókonyát mennyi hal van abban a kis, pec, abba a kis amit én csinálok. Meg mennyi rét is az, meg minden, ami ott eszi. Ha a folyókat visszaadnánk, és nem csak itt, a hegyi folyókat. Hegyi egy patak volt, tíz malom is volt rajta. Mind visszaduzzasztotta a vizet. Megfogta, nem engedte. A vízbe hal van. A pálosok oda költöztek, ahol halastavat létesített. Mikor mindent elvittek, marhát gabonát embert, maradt hal. Akkor el volt, a fogtak két törpehalcsát, az még nem volt nekik a pontyot, vagy azt, amit, és túlélték. Oroszok hogy élték túl a, a meg a többit? Jelcin idejében, meg a Gorbacsov idejében, amikor felbomlott a Szovjetunió, kiálltak a volgára. És emberek milliói fogták, a, amit tudtak, hogy éhenne ne Mástól tudom, én nem láttam. Tehát, hogyha a folyókat visszatennénk, és az a kárpát gazdagságot megtartanánk, mennyi hal lenne, mennyi vad lenne, mennyi, mennyi hús képződne. Természetes úton. Mennyi fa. Nem, hogy mennyi az orosz gáz, nem mindegy. Annyi fa van, ha most itt a, a civakvával kivágták, de én kiszámoltam, hogy amennyire el voltak ezek a nyári utak itt fásodva, ha minden újvárosinak adtak volna 20 métert, lett volna annyi fáj, egész tél elég lett volna neki. Erre most lezúzták, és oda befújták. Tehát mindent észszerűtlenül csinálunk, mert más csinálja meg helyettünk. De megvan az a szabadságunk, hogy mi magunk dönthetünk bizonyos dolgokról. Nem, senki nem kötelez, hogy menjünk be a Lidülbe, és vegyük meg a ottani terméket. Ha én úgy lennénk, mint én, akkor még már rég becsuktak volna. Még nem megyek át. 2002-ben voltam utoljára az már több mint húsz éve. Valamikor mindbe beszállítottam. Lidő még nem volt, de magyarországi hálózatokban, sőt, itt a Kvalikóban mögöttünk néhányan tudják, akik valósak. 17 országba exportáltunk zöldséget. És én rájöttem, hogy ez a világ vége. Ezelőtt 20 éve, vagy több mint 20 éve. És elindulunk azon az úton, ha az élelmiszer, a levegő, itt volt ez a tábla, hogy ha megnézzük a jeleket, a Balmazújvárosi házakon is van még, lehet, hogy nem tudatosan, de ott van a négy ős jel. A tűz, a víz, a levegő és a föld. Ez a négy dolog van, amit az Isten ránk bízott. A levegő ingyen van. És hol a legdrágább a levegő? Hát Magyarországon, Budapesten. Aztán Debrecenben. Most voltunk egy rokonnál család látogatni Debrecenben a Liget lakóparkba. Én még másnap is beteg voltam. Én egyszerűen sok volt ez a dolog. Egyszerűen nem akartam napi rendet élni. Százmilliós lakás. Nincs egy bejárat. Tehát van egy 5 x 10 méteres gyep, és a biciklit úgy lett a nappalin keresztül betolni, mert nincs bejárat hátul, és ebbe érzik jól az emberek magukat. Padlás nincs, mert ilyen lapos házak. Hát mondom, hova tenné ezeket a utcokat? Már nincsen, ahova egy a nagyapjának a könyveit. Meg nekem még megvan az az olvasókönyvem, vagy a szelszámokat, amit már nem használok, de becsületből megtartom. Van vagy öt padlásra, ilyen 40-30-szor, 10 méteres padlások dugik, egyszerűen elpatkolok, iparvágán kell az utóduknak, hogy ettől megszabaduljanak, addig meg nem érnek rá, hogy nekik is érték lesz. Ide jutottunk, és a fiammal voltunk valahol, mit gondolnak, mennyi a világ legnépesebb városa most? Hány millióan laknak benne? Hm? Na mennyi? Ki tudja? Fiamnak Tokió. Majdnem 38 millió. De azért Mexikóváros, meg egy csomó más is hatalmas. Mi a jó abban, hogy 40 millió? Hogy lehet azt megszervezni annak a vízellátását? Szennyvízi, csak én alapokat. És mi abban a jó? Hát az a jó, hogy ott a pénz és a pénznek vagyunk kiszolgáltatva, mert a fizetésünk, nyugdíjunk, amivel kezdtem, de ha ebből egy kicsit visszávennénk, hogy kevesebb pénzzel is megelégednénk, és megteremne a hagyma, és nem vennénk meg, lehet jobban meg is becsülnénk, és mi van akkor, az a sárga el van repedve, az édesség szokott megrepedni, akkor a levesbe éppen olyan jó, lehet még jobb is, és kiszaladunk a a lidül, miért jó a lidül? Azért üntettek a városiak, hogy legyenek nyitva a boltok vasárnap is. Emlékeznek pár év? Hát mert nem tudtak venni kenyeret. Hát piszkosul kell gondolkodni, hogy szombaton nem volt kenyeret, vasárnapra meg kell venni. Na ettől a generációtól mit várunk? Hogy védjen meg a hazát, mikor magár se tudja. Tehát ha valamit hazavisznek innen, az önrendelkezésüket vigyék haza. Néhányan ismernek itt, totyájék, láttak engem, mikor egy biciklivel itt gurigáztam Nagyhegyesi Fotballklubba. Most van már vagy tíz autó itt az udvaron, meg nem tudom mi, az. most se vagyok boldogabb. És a meccs után megittunk egy sört, jól össze is ve vesztünk sokszor, hogy ki volt, miért volt hülye, mert nem úgy kellett volna passzolni, meg kihagytad, meg miért, meg hadd ne mondjam, aztán hazamentünk, azt legközelebb megint kezdtünk, de ma a csapatok nem, ma már 10-20 éve és nem ülnek össze meccs után, nem mennek a nyugdíjasok kártyázni a nyugdíjas klubba, a nagymamák főzőiskolára, meg nem tudom mire, meg könyvtárban, meg művészeti estekre, kevés ilyen van, még tudom, hogy van a könyvtárban, meg másutt, de régen sokkal több volt az életüket a teremtett világhoz igazították. Meg kell mondjam, hogy én rettentően örülök annak, hogy pár éve erre ráálltam, hogy kél a nap, én is kelek. Hát a túlkorámban ezt nincs miért felkelni, az ágyból akkor olvasok. Akkor most már rákaptam, minden nap olvasok a Bibliából is egy kicsit, és jót tesz az embernek. Fiamtól kaptam egy százvalány éves Bibliát, olyan nehéz, alig bírom, de olyan jó van írva, hogy lehet látni. A betűt. Aztán kijövök, kaszálok egyet. Ha este kaszálok, akkor reggel nem kaszálok. Akkor melyek az jószágait megetetem. Kaptam egy könyvet, most a, a, ott van a, a hölgy, aki itt támasztja, ott van a mezei szorgalomról, Ott van egy kis könyvecske, látja? Az alatt. Azt most kaptam, az azt még nem tudom, miről szó, csak nagyjából. A mezei szorgalomról, és írja benne, Ambrus Lajos barátomtól kaptam ajándékba, hogy 1600, nem tudom hány, mikor még a kárpárt rendszer vízgazdálkodása folyószabály egybe volt, hogy az a gazda, amelyik a saját portára vizet elvezet, az nem érdemli meg, hogy gazda legyen. Mikor sok eső az kivezették a vizet. Így gondolkodtak az őseink. Most meg az egész országból kivezetjük. El kell kezdeni ezen gondolkodni, és akkor jó példával látni, hogy mennyivel másabb. Azért tudom, azért, itt van például Évikét, biztos tudom, hogy próbál másképp főzni, élni élelmiszerekre, de nem csak az élelmiszerek minőségére kell gondolni, a ruházkodásra. Mondtam itt a baseball sapkát. A baseball sapkát úgy adják az embernek, hogy hozzávágják, hogy na mindenkinek, mert különböző reklámhordozók vannak ilyenek olyanok, vannak jó feliratok is azokon a sapkákon, de a baseball sapka az baseball sapka. És nekem az van, 60. születésnapomra az öcsémtől könyvet kaptam. É, Amerika indián szemmel. Én elolvastam ezt a könyvet, általában sok könyvet olvasok. Leírták azok a vörös felhő, meg ülőbika, meg nem tudom, azok a híres nagy indián főnökök, hogy hogy írtották ki őket, milyen aljas módon, millió számra, úgy, hogy a rezervátumba bevitték őket, és még víz se volt, és azért nem mentek be a rezervátum, az a biztos halál volt, és ugye ezt nem így kommunikálják ma. Utána kiértották a bölényeket, a Bivaj Szövetség elnökeként most egy ember hozott egy felvételt, hogy 10 millió bölény volt egy, egy gúlába, Bivaj koponya berakva, egy ilyen felvétel. Gondoljuk meg, 10 millió bölény, egy bölény, bika, 10 mázsa. Amerikában élnek, vagy 300 millió, mennyire élhetnek az usa -ba? 200 valamennyien. Azok a, a, 10 millió bölény mennyi húst adott volna? 5 mázsa hús, egy bika, egy, egy tehén az fel annyi, és megölték. Pedig az ingyen nőtt a prérin. És ma purin a tápon, vagy nem tudom milyen tápon nevelik a marhát. És ez a példa nekünk. Ezért nem veszük a baseball sapkát, mert ez, aki kiértották, de még kiértották, utána vittek négereket helyettük, kiértották a vándorgalambot, kiértották a kultúrájukat, és most az egész világon ezt teszik. És most is ezt teszik Európába. Hozzák nekünk a különböző kóságokat, mint a Covid, meg egyéb másokat. Folyamatosan. A bankrendszertől kezdve, amiről nem akarok beszélni, mert mások sokkal jobban el tudják mondani, de legalább az élelmiszer önrendelkezésünk fele kell jönni. Én 2002-ben mondtam le az Őrtségszövetség elnöki posztjáról, akkor elmondtam azon az előadáson, most is elmondok egy számot, megdöbbentett engem is, Magyarországnak egy ilyen csúnya közgazda, szót mondok, szaldója, két zöldség volt pozitív szaldón 2002-ben. Az egyik volt a paprika, a másik volt a megy. Minden másból, hagymából, almából, paradicsomból többet hoztunk be, mint amit kivittünk. Ez az ország, ahol a Kánán van, és minden megterem. Minden megterem, és ö, azt hazudta az agrárminiszter, Nagy Pista, amire le is csesztem, hogy ha 25 millió embert tudnánk ellátni élelmiszerrel, mondta a Covid elején. Ez hazugság. Mert nekünk 800 ezer marhánk sincs, a hollandoknak 8 millió van. 18 millió disznójuk, volt, nekünk két és fél van. És mondhatnám így végig. Na, akkor akarok elnök lenni majd, ha a újra paradicsomból lesz a kecsap. És nem kínai sűrítmény, mert úgy készülnek, az összes élelmiszert ebbe az eladásba elmondtam, hogy az, ami az egyetemen kiképzett népnyomorgató, van itt egy kapun egy tábla, nézzék meg, ott van már vagy tizenvalahány éve, aki arra felemegy. Erre is van egy másik, de az nem, az nem olyan fontos, ha bár nagyon fontos az is, de azt kitettem, mikor 2000 nem tudom hányban elegem lett a hatósági jogkörből, tehát kiképeznek nekünk egy közel egymilliós hatósági ember van ebbe az országba, rendőr, népik ellenő, tanfelügyelő és hadd nem mondjam, aki betartatja azokat a jogszabályokat, amiket a magyar parlament elfogad, lényegében kényszerből. Ne legyenek illúziáink, nem a Orbán Viktor akarja, hogy ilyenek legyenek, hanem ezt muszáj neki végrehajtani, mint minden mást. Van, van, amiben van szabadságunk, meg egy csomóban nincs. De ez a tábla azért került ki oda. Ne felejtsék el megnézni, nem mondom el, mert nem is tudom rendesen elmondani, mert annyi ott van már jó pár éve. Egy szuszta pedig megírattam. Az Élelmiszer Biztonsági Hivatal az arra hivatott, hogy a legálisan gyártó méregkeverők, ezek a vegyipari konszermek, amit, amit élelmiszeripari üzemnek hívnak, ezek legálisan tudják működtetni a, a, vállalkozásukat. És a normális élelmiszer az nem felel meg. Tehát az a tej, amit a szomszédból átviszünk, annak megmérik a csiraszámát, akkor, akkor a labor felrobban. De az a normális. A steril tejből nincs. Abban nem kerül be a gyomrunkba semmi nekünk se lesz immunitásunk persze től. És ezek a hivatalból kijött kis, fiatal lányok, azok kijönnek és kérdik, hogy mit tartunk be és mit nem. Én látom, hogy pár év múlva be kell fejezzük a legális tevékenységüket. Én 2004-ben EU csatlakozáskor Magyarországon 900 élelmiszeripari üzem volt, ebből 720-at bezáratott az akkori EU-s. Bérenc magyar kormány. 2006-ban a Gráf miniszternél jártam személyesen, aki engedélyezte úgymond a kisfeldolgozást, feldolgozást, szocialista létére, minden tisztelet érte. A másik véglet, hogy az őstermelő a disznót otthon úgy csinálja, hogy akarja. És aki tisztességesen csinálja elnézést, kérlek, legtöbb úgy van, hogy van neki esetleg egy-két disznója, meg tizet vesz a nagykerbe és csinál házi kolbász belőle. Vagy azok a híres sajtkészítők Debrecenben, meg másútt is, azok megveszik a nagyüzemi hósten tejet, és abból gyártanak kiváló sajtokat. Nem akarok neveket mondani, mert jó vagyok minden, de ez az igazság. És, és az a jó, amikor a, a közvetlen a termelőtől veszik meg, és azzal azt gazdagítják. Ak akkor annak lesz boldogulása, és az fog áldozni a saját falujára. Egy parasztember a főgyír soha nem akar eladni, akkor az áldoz arra, hogy, hogy legyen újvároson kultúra. Azok a zöldbárok az nem áldoznak legtöbb, tisztelete kivételnek. A közép rétegek azok, akik áldoznak, a szegényeknek meg nincs miből. Ezért igyekezzenek, hogy gazdagodjanak és ne engedjék, hogy a multik kivegyék a zsebükből a pénzt, hanem fel kell állni a székről, fitneszterem helyett kenyeret dúr az asszony, héten egyszer, mert nem mondom, hogy a patakra járjanak, pedig az is jobb, mint a mosógépbe betenni a sok, eh, hogy mondják ezt a szagosítót, öblítő, meg minden, hogy jó illat legyen a ruhának, rosszul vagyok tőle, eh, és az is a tudatra is hat. Ma már a mesterséges intelligencia olyan szinten befolyásolnak bennünket, észre se vesztük, és totál rabszolgákká váltunk. Minnyáján szinte. Hiszen én is abból élek, hogy haladok valamit maguknak, vagy bárkinek. Ha ez nincs meg, akkor, akkor meg kell, van egy szövőszékünk, nem tudom az azt, hogy mikor szőn egy ilyen formán nadrágot, mint ahogy vagyok. Egy kalapod mennyi idő gyúrnának meg, vagy egy inget, de jobban meg is becsülnék az emberek, ha maguk készítenék. És milyen nagy dolog, mikor készít valaki egy tárgyat. És a, a mondandó, nem tudom, hogy elég sokat beszéltem már, nem? Még majd kérdeznek is tőled, arra is Igen? Magát nem tudom látni, mert úgy világít az a valami, és rettentően bánt. Lehet, hogy nem ennyit vált tőlem, és több példát is mondhattam volna, de gyanítom, hogy itt már sokszor elmondtam, azt nem akartam az egész élelmiszer, összegezve élelmiszeripar az egy vegyipar, és a mi kényelmünket kihasználva minket nyomorít le, rabszolgává tesszük magunkat az hogy nem csinálunk semmit. És ezzel azt hiszük, milyen jó nekünk. Ha ezzel fordítunk egy dolgot, és rájövünk, hogy elültetünk egy tű paradicsomot, és kinő, és lesz rajta a paradicsom. Ó, úgy jön a másik baj. Mit kezdünk a paradicsommal? Ennyit nem bírunk megenni. Akkor be kell főzni a paradicsomot borbás macsitól. Tudom, hogy a befőzött paradicsom sokkal egészségesebb. Mert hogy a likopinok hogy változnak át a főzés hatására, ez egy más előadás lenne, de tény, hogy sokkal több a vitamin vitamintartalma, kivéve a C-vitamin, mert az lebomlik a hőre, de jobb a befőzött paradicsom, mint az frisset teszünk. a lidülből veszük január a paradicsomot, együnk kovászosogorkát vagy sahanyúkáposztát, az is megterem, minden megterem. De ha nem, akkor gyűjtögetünk innap pusztán minden nap, hozok valamit, tennap katánkórót hoztam, előtte Orbán szület, ott vannak akik ott a hátrányos helyzetűek, ott vannak a gyógynövényeim, nem árulunk belőle, én is úgy leszek, mint Gyuri bácsi szegény, majd mikor meghalok, vagy előtte egy kicsivel, valamelyik unokám majd felkarolja a gyógynövényeket, de hogy a legjobb gyógynövények növények pusztán teremnek, a legtöbb beltartalmi, drogtartalma, ennek van itt felolvasta a, a kedves kolléganő a méltatásba. A Omni-ba ülnök voltam, és a Bernát professzor volt a gyógynövényes szakértő, én az zöldség, és hogy a doktortalmakat vizsgálták. Balmazújváros mekkája volt a gyógynövényeknek, herbária pusztadók, ma amelyek egyiptomi kamillát csomagolnak benne, cigányoknak meg segít adunk, ahelyett, hogy kamillát szednének. Tehát nem olyan bonyolult az élet, csak úgy kéne lenni. Még egyet elmondok azért önöknek, hogy más veszélyek is vannak, egyet emelek ki, tudnék még három napig beszélni róla. Két éve, egyszer utazván Budapestre Baranyi Tiborral felmerült az a kérdés, ha bedobják azt a hírt, hogy atom robbanás történt Ukrajnába, akkor mi történne? Hú, a nagy pánik lenne, ez mindenki megegyezett benne. De mi van, ha nincs robbanás, csak a hír jön. Az is itt olyan pánikot gerjeszt. Na én tavaly vettem egy ilyen Gergel Műrár féle sugázás mérőt, nem mutatott semmit. Most, hogy volt egy két hónapja, mikor volt az a robbanás ott a lőszáraktárban, akkor elkezdett menni fel. Mondják nekem a pesti barát, hogy nézzem már meg a masinát, mert nekem van. Tudják. Hú, hát mindig nulla volt. Beleúsz egy ide után, hogy nulla, nulla és egyszer csak 10, 12, 16, szólok a polgármesternek, szólok a papnak, még egy párnak, hogy kéne szólni az embereknek. Lehet, hogy ez nem normális. Csernobyl, nem emlékszünk, mennyi baj volt. Na, visszábesett egy hónapja, most a múlt héten megint, 14. Egy semmit nem mond a hazugláda, pedig ez létkérdés. Tehát maguk is próbáljanak beszerezni ilyen műszert, hogy legalább a hamis információt ki tudjuk szűrni, mert ha nincs atomrobbanás, akkor legalább üljünk a seggünkön, mert hiá, hova is mennénk amúgy, nem is hova menni. Legfeljebb azt az mondják, hogy nem olyan traikus az atomrobbanás, mint gondoljuk. Lehet a Föld alatt egy hetet ki lehetne bírni, ha tudjuk, hogy van. De mi, hogy a katasztrófa védelemnek a, a hatásköre, és a katasztrófa védelem 18-ig nem szól, mert az határértéken belül van, de honnan tudjuk, hogy a sugázás 14nél nem károsaránk. És akkor azok az élelmiszereke, azok mi, hogy károsok vagy nem. Hát még nem is beszéltünk az Miről? Az Az nem is mondtam. Hát pedig én, ha tanárnéni lennék, még a nyugdíjas is, én csúzlit vennék minden gyereknek azt minden faluba csak azokat kiképezni, hogy lőjék ki az összes 5 g állomást, mert a gyereket megverni nem lehet, ugye? Mert nem tudjuk, itt is 5 g van. Az is. De nekem én ám, én feketesegű vagyok, mert én azt mondom, meg kell verni a gyereket, de a ilyet nem mond. Tanárnének fel kell hogy az 5 g gyerekik a, a világ vége. Az 5G sugázók, ahova kitették, ott kipusztult a fa a lomba, elszáradt. És olyan hatása van az emberekre, a tudatmód, és mindenütt van, itt is van. erről beszéltem ennek a iskolás csapatnak, azt szóval, az egyik fiú, hogy nézze, már magánál is van. Tényleg, az enyém nem fogja, mert a, az enyém öt éves, öt és fél éves, ez nem ismeri még ezt, de az újabbak már tudják. És ez a masina, ami itt van a zsebünkben, ez teljes romba dönt bennünket. Ha mindent megcsinálunk, és házilag, tehenet veszünk, és fejünk, és kenyeret sütünk, és minden, de üdgést a a akkor is meghaltunk. És ez nem fikció, ez már itt van. Eznek már a közepébe vagyunk. A műhúsoknak, a műélelmiszereknek az, hogy narancsítal, egy üdítőt, valaki itt mondta nekem, a fröccs az üdítő, de az az orancs, minek hiák azt a sárga levet, abban egy szem nincsen, csak sárga festék, sav, cukor, mind méreg önmagába is, együtt meg még több, és ebből megiszik a gyerek két litert naponta, csodálkozunk, hogy vese baja lesz, meg minden más. De az, ami kapi, kepi, nem tudom, hogy mondják, amiben 0,4 szállik gyümölcst, a ráírják, azt úgy számítják, hogy a gyümölcsben van 88 víz mondjuk, és a többi cukor, és akkor lesűrítik az almasűrítményt Szabolcsba, ha nem tudom milyen, sűrítményt meg Múrszijába, vagy Valenciába, és utána visszavizezik vízzel. Ha nem úgy, hogy kicsavarnak egy liter almát, vagy kilalmát, vagy narancsot, mind hazugság. És a nébik mit ültek, ott mondom. Azért vagytok, hogy ezt menjek a parlamentbe, az reklamájak ott, ezért van kint a tábla. Ezek mind hazárulók. Még egy súlyos szót el kell mondjak, aztán, aztán hagyok kérdéseket, mert már kiszáradtam, a fröccset meg kell igyom. Alkotmányozási, és amire büszkék vagyunk, mi magyarok, történelmünkben, nyelvünkben, ezer éve, Szent Istvántól, Mátyásig, Rákóczitól, Petőfig, azt, hogy meg tudtuk tartani magyarságunkat, hazánkat. A magyar király nem pénzbe szedte az adót, hanem terménybe. Ezt nem tudták ellopni a mediciek, meg a fungerek. Az angol király 1056-ban el volt adósodva. A okay, Yorkok és a rózsák háborúja nem az én őseim voltak. Hál' Istennek. Már akkor lepénzelték őket kamatra, és szedték a lóvét, Nekünk 1848 azért buktuk el, mert Ferenc Jóska kezet csókolt az orosz cárnak, és levertek bennünket, hogy jobbágy felszabadítás legyen. Sokkal rosszabb sorsuk lett az újvárosi jobbágyoknak, mikor fel lettek szabadulva, mert nem maradt semmiük, főleg tudásuk nem volt hozzá, hogy vállalkozzanak, mint hogy nekünk sincs meg a tudásunk 90-ben. Én azért fejlődhettem ide, mert már 81-ben maszek voltam. Semmim nem volt jó, a biciklim, meg metszolom kívül. De lett, mert abban a szemléletben növekedtem. Aki 90-ben hány vállalkozó belebukott a vállalkozásba? Mert nem volt felkészülve. Fel lehetett volna készíteni őket, de nem volt cél, hogy Magyarország erős vállalkozások legyenek, akik majd eltartják a Magyarországot, a társadalmat. Tehát ezek a naplementi rabló népek akik franciák, angolok, németek, ezek mind rablásból éltek. Egy ideig mink is jó fejtük őket, a makói hagymával tudtak hajókázni, mert a többit ő megdöglöttek, mert a skor kigúta foguk a hajuk, mert a skorbut elvitt őket, mert a cévi tartal, mint tartalma ennek olyan magas volt. Három évig neveltük ezt a hagymát, a fekete magról el tudnám mondani a technológiát, ha valakit érdekelne. Most a holland hagymát szük mi, mert a hűtőházba eláll. De hajóra muszáj őröhet vinni, ami elállt a nélkül is. És ezek a rablónépek kietották Afrikát már az ókorba, most a Szaharával elnek ilyen tucskókat, erdőket. Hajózásba kivágták, már a görögök, meg a rómaiak, egész Mediterránt ugyanígy lepusztították, most mi vagyunk a soron, ne hagyjuk. Kezdjük el az önrendelkezést, emeljük fel a segünket, csináljuk mi is a fitnessterem helyett otthon a kertünkbe, ha nem, akkor vegyük meg attól, aki csinálja, a szomszédba, és boldogok leszünk. Köszönöm szépen.